Az idei pályázat összértéke 8 millió dinár, amelynek felét az Entai önkormányzat biztosítja, másik felét pedig a Bányászati és Energetikai Minisztérium. Körülbelül egy másfél hónapja jelentettük be, hogy ki van írva a pályázat, hogy megjelent a pályázat, az energiatékonysági pályázatunk első lépése, tehát a kivitelezők, potenciális kivitelezőknek a kiválasztására. Ez a megfelelő határidőn belül meg is történt. Természetesen továbbra is nyitva van az a pályázat, hogyha esetleg valaki más potenciális kivitelező jelentkezik, akkor azt is eságet tesz a fölvételeknek, fölkerülhet erre a kivitelezői listára. Viszont a következő lépés a minisztériummal való egyeztetés után megtörténik, tehát holnap megnyitjuk október 5-én a pályázatot a lakosság számára. Ez idén azt hiszem 10 vonal lesz, amin lehet pályázni, tehát különböző, de úgy érezzük az első két év tapasztalatai nyomán, hogy ez a legnagyobb érdeklődés Zentán és talán országos szinten is. A nyillázárok cseréjére van, bele esetleg a falak szigetelésére, a másik pedig a kazánok korszerűsítésére, tehát a fűtő testek korszerűsítésére, talán így lehetne mondani. Természetesen vannak más vonalok is, de úgy érezzük, hogy az idén is ez a két vonal iránt lesz a legnagyobb érdeklődés. A polgármester hozzátette, a lakosok számára a pályázat az év végéig lesz nyitott, vagy ameddig a keretösszeg tart. A pályázatot és annak feltételeit a képernyő alján látható honlapon találják meg az érdeklődők.